Zömében fiatalok gyűltek össze az Emmanuel Zarándokház termében Mária Pócson. A találkozót Kis András, a Hieroteosz Egyesület főtitkára nyitotta meg, és köszöntőjében kiemelte, hogy a november 30-án záruló projekt mondani valója eddig több mint 3700 embert ért el. Ennek a konferenciának a lényege is az, ami Ferencváron idei teremtésvédelem világhónapjára való üzenete is van, hogy áradjon az igazságosság és a béke. Tehát a békés és igazságos élet feltétele az, hogy az erőforrásokkal úgy gazdálkodunk, hogy a másikra is tekintettel vagyunk. És azoknak a szempontoknak, amelyeket mi megjelentünk ezen a konferencián, ez az alapja, hogy egy békés, igazságos, a fenntarthatóság alapján álló világot szeretnénk. A program során nem csupán a lakosság, de a hazai gazdasági élet szereplői is számos új ismeretre tehettek szert, és oszthatták meg saját tapasztalataikat a hulladékgazdálkodással, hulladékképződés csökkentésének lehetőségével kapcsolatosan. Simon Zoltán egyéni vállalkozó a környezettudatos gazdálkodás lehetőségeiről is beszélt a fiataloknak. Amire támaszkodhat, legalábbis én amire támaszkodni tudok, az egyébként a 48 éve alatt egyébként az a folyamatos következetes munka, amikor lépésről lépésre építjük magunkat. Én azt gondolom, hogy ebben nagyon fontos egyébként a tárgyi tudás megszerzése is, de a legkomolyabb fundamentum az maga a lelkiség. Hogyha megfelelő lelkiséggel vagyunk egyébként körülvástyázva, akkor azt gondolom, hogy nem kell se reményvesztetté válni, se kétségbe esni soha, hanem gyönyörű szépen egyébként szembenéz a kihívásokkal erőt venni magunkon, és egyébként megtaláljuk a megfelelő válaszokat. A konferencia esélyt ad a szervezeteknek, hogy jobban megismerjék egymás munkáját. A Hieroteosz Egyesület dolgozói azt mondják, a diákok nagyon együttműködőek, és határozottan tájékozottak a témában. Szemléletformáló akcióról van szó, amely azt a korosztályt célozza meg, amely a legfogékonyabb ezekre a célokra, a hulladékgazdálkodásra, illetve a szelektív hulladékgyűjtésre, amely szorosan összekapcsolódik a környezetvédelemmel. Sokat beszélünk erről, és sokat is teszünk ezért. A Megyei Hulladékgazdálkodási Társulás egy 5,5 milliárdos programot zárt le éppen a közelmúltban, amelynek a célja a szelektív hulladékgyűjtésnek a népszerűsítése, illetve a fizikai megvalósítása, infrastruktúrális fejlesztéseket valósítottunk meg. Legalább ilyen fontos a szemléletformálás, hogy az emberekben tudatosítsuk, hogy milyen fontos a környezetvédelem, a teremtett világ védelme, és örülök, hogy ezt az egyesület megvalósította most éppen itt Mária Pócson, nagyon jó helyszínen, hiszen nagyon fontos értékeket közvetít számunkra a nemzeti kegyhely a környezetvédelem vonatkozásában is. A konzorciumi projekt a Széchenyi program keretén belül valósult meg, és a létrejött rendezvények több csoportba sorolhatók. Regionális jelentőségű konferenciát összesen 4 alkalommal rendeztek Vásárosnaményban, Nyíregyházán, Kisvárdán és Mária Pócson. A rendezvények elsődleges célja az érzékenyítés.